A tilalom többek között kiterjed a gabonafélékre, repce és napraforgómagra, a lisztre, étolajra, mézre és egyéb húsfélékre. A döntés szerint mindez 2023. június 30-áig tart. Az erről szóló rendelet a magyar közlönyben is megjelent, és összesen 25 mezőgazdasági termékkör importjára vonatkozik. Isten igazából nem értem az Európai Unió felháborodását, hiszen mi is valljuk, és az Unió is, hogy az élelmiszerlánc biztonság nagyon fontos a humán élelmezés szempontjából. Talán a kedves tévénézők nem tudják, de az elmúlt 4-5 évben a kukoricában, búzában, árpában, napraforgóban, repcében használt vegyszerek jelentős része betiltásra került az Európai Unió területén, éppen azért, mert olyan szelmaradványokat találtak, amely az ember vonatkozásában veszélyes. Tehát ezeket a vegyszereket mi már nem használjuk, Ukrajnában az összes ilyen vegyszert használják, hiszen unión kívüli ország nincs tiltva. A hírekből többen értesülhettek már arról, hogy Ukrajna területén amerikai cégek jelentős mennyiségű földterületeket vásároltak meg és bérelnek, ahol minden gond nélkül termeszthetik azokat a GMO-s növényeket, amelyeket mi szintén nem termesztünk, jól felfogott érdekünkben, hiszen nem bizonyított még, hogy ezek a GMO-s növények hogyan hatnak az emberi szervezetre. Tehát itt most ugye Ukrajnában előállítanak jelentős mennyiségű árpát, búzát, napraforgót, repcét oly módon, olyan vetőmagokból és olyan vegyszerekkel, amelyek használata az unió területén, hazánk területén tilos. Ezért nem értem ugye az ő kérdésüket. Én értem nagyon jól, hogy miért szeretnék ezzel az olcsó szutyokkal elárasztani Magyarországot, mert ez a másik, a gazdasági kérdése. Tegyük tönkre a lengyel, a szlovák, a magyar, a román parasztot, mi pedig majd felajánljuk nekik háromszoros áron a saját gabonánkat, gondolják ezt ők. Tehát én azt mondom, hogy a kormány nagyon jól döntött, hogy megállította ezen termények ide szállításának lehetőségét, és ugyanakkor, hogyha az Unió átgondolta, és náluk szabad használni ezeket a vegyszereket, ezeket a vetőmagvakat, akkor semmi probléma, hiszen ha vasúton érkezik, a vagonok leblombázhatók, és szépen átmennek az országon, hát szerintem nem fogjuk megakadályozni, hogy áthaladjon. A kamionok esetében pedig, akár mint a Covid-nál, kijelölt útvonalak voltak, nem állhatott meg ugye az élelmiszer, és nyugodtan ezeken a kijelölt útvonalakon áthaladhat Magyarországon, és elmehet a belga, a német, a holland, akár melyik célállomásra, hogyha nekik most ez hirtelen megfelel. Magyarország ugyanakkor nem tiltja ezen termékek területén történő átszállítását, azaz tranzitszállítmányok továbbra is engedélyezettek, azonban azokat az illetékes hatóságok zárral látják el a határon, elektronikus eszközökkel és járőrök segítségével nyomon követik, és az ország egész területén ellenőrizni fogják az érintett termékek áru továbbítási eljárásait. Mivel ez a gabona ugye papíron nem ide indult, hanem Afrikába segélyszállítmányként, és most valamilyen úton módon mégis itt köti Európa keleti részén, ezért, és gyakorlatilag az ukránoknak semmi nem drága, hogy mennyire adják, milyen olcsón, hiszen ezt is mi fizetjük a segélyeken keresztül, ezért ezzel letörték a gabona árakat, ellehetetlenítve ezzel a kelet-európai, nem csak a magyarról van szó, a kelet-európai gazdákat, hiszen olyan mélypontra süllyedt le az ára ezeknek a termékeknek, amelyek mellett egyszerűen nem lehet megtermelni, tehát csúcs termés esetén is ráfizetéses lesz a gazdálkodás. Ezért mondom azt, hogy ez egy olyan gazdasági háború is Nyugat-Európa részéről, ahol mondjuk úgy indulunk egy sziklafal megmászására, hogy nekünk a függőleges sziklafalon kötéllel kell mennünk, ők pedig a sziklafalba ásott gyors liftbe ülnek be, vajon ki fog felérni hamarabb a csúcsra? A szabályokat megszegő fuvarozók büntethetőek. A büntetés akár a szállítmány teljes értékéig is terjedhet. Annak érdekében, hogy a tilalom ne legyen kijátszható, a más országokból behozni szándékozott, a rendeletben meghatározott jelenleg nem bejelentés köteles gabona és olajos növények esetében kötelezővé válik
az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerbe való bejelentkezés is.